miről forgassunk? Hát én nem tudom. Legyen a sörgyáról. Nem, a lakatból. Fishing. Pici koncertek. Okay. Csináljunk filmet a tévétoronyról. Pécsi kesztyű! A Janus Pannonius Múzeum várostörténeti osztályán gazdag hagyatékot őriznek a pécsi kesztyűgyártás múltjából. Korabeli fotográfiák, több mint 100 éves eredeti szerszámok, eszközök és szebbnél szebb kesztyűk mesélnek a kezdetekről. 1861-ben Hamerlin János itt Pécsett nem kesztyűgyárat alapított, hanem egy kicsi üzemet, egy kicsi műhelyt hozott létre a szülői házban, a Kis Flórián utcában, ahol kezdetben feleségével, Szalai Flórával együtt készítették a kesztyüket és sérfkötőket. Majd aztán az 1870-es évektől fokozatosan áttelepült ez a műhely és kibővült, már abban az utcában, amit a pécsiek is jól ismerhetnek, a Vince utcában, azt régebben Alsó Puturla utcának hívták. Tehát ott jött létre végül is több évtizedes munka után az, amit ma gyárnak nevezhetünk. Aztán már az ő fiainak a tevékenysége nyomán az 1900-as években óriási fejlesztéseket tudtak végrehajtani, főként állami támogatásból egyébként, és ennek nyomán már egy tényleg egy az országban is egy nagyon-nagyon korszerűnek mondható kesztyűgyár jött létre. Hamerli János gyárában nem csak kesztyűgyártás folyt, hanem egy lényeges technikai folyamat, a bőrök kikészítése is itt történt. Annyira jó minőségű bőröket készítettek, hogy a felesleget el tudták adni más cégeknek. A belőlük gyártott kesztyűkből pedig ma is találhatunk párat a múzeum gyűjteményében. Szinte mindegyik a szívemhez nőtt, azt mondhatnám, de egyet akkor kiemelnék, amit el is hoztam megmutatni. Ez egy strasszkövekkel díszített, nagyon szép, vékony velúrbőr hosszú kesztyű, egy női, igazán elegáns, alkalmi divat kesztyű. A kesztyű különlegessége többek között az is, hogy belsejében megtalálható az eredeti márkajelzés, a Hamerli kesztyűgyár pecsétje. A gyűjteményben található egy ehhez nagyon hasonló, ugyancsak strasszkövekkel díszített kesztyű is, amely viszont francia emblémát mutat. Nagy valószínűséggel a Hamerli család beszerezte ezt a darabot, ennek alapján hát ők is készítettek ilyet, mondván, hogy ez egy divatos és nagyon szép fazon. A Hamerli gyár 1948-ig magántulajdon volt, majd állami irányítás alá került. 1982-ben pedig megkapta a Hunor márka nevet, mely az egész világon ismert lett. Ez időben készült a mindenki által jól ismert kesztyű. Pécsett a mai napig gyártanak kesztyűt. Jelenleg több kisebb üzemben, manufaktúrában készülnek a darabok. Közülük az egyik a Szomhor kesztyűgyár, ahova mi is ellátogattunk. A kesztyűgyár 1994-ben alakult, mintegy 10 fővel, ma már 50-en dolgoznak itt. Kesztyűik olyan híresek, hogy Japántól Kanadáig a világ minden részére szállítanak belőlük. Vannak különleges megrendelések is, egyszer például egy vásárló krokodilbőrből készítetett kesztyűt magának. A méltán híres pécsi kesztyűnek olyan hírességek is viselői, mint Justin Bieber, Lady Gaga vagy Madonna. Kesztyűgyár vezetője és egyik tulajdonosa, Hornic József, aki csak nem fél évszázada dolgozik a szakmában. 1968 óta foglalkozom kesztyűgyártással, mint kesztyűsipari tanuló kezdtem, és hát
utána kesztyűszabászként, és hát az akkori nagy Hunor kesztyűgyárban különböző középvezetői posztokat töltöttem be. Az igazi pécsi kesztyűt mintegy 150 éve varják, de az ősi technológia alig változott. A kesztyűgyártás manufaktúrában történik. A legfontosabb a kesztyűgyártásban az ember, aki gyártja a kesztyűt. A Hamerdi 150 évvel ezelőtt alakította meg Pécsett az első kesztyűgyárát. Azóta forradalmi változások ebben a szakmában nem történtek. Természetesen a gépek valamelyest modernebbek lettek, de ma is az a fontos, hogy ki ül a gép mögött, és nem pedig a gép. Én szabom. Én számozok. Én préselek. Én tisztázok is. Én díszítek. Mi steppelünk. Mi bélelünk. Én lasgépen varok. Csinosítok. Én vasalok. Én meózok. Én csomagolok. Bizony sok minden történik a bőrraktártól a csomagolóig. A kesztyű 12 kézen megy át, mire elkészül. Azok az emberek, akik itt dolgoznak nálunk, azok a kesztyűgyártás szerelmesei, és már mind több évtizede a szakmában dolgoznak. A befejezés részénél vagyok, a csinosítást. Ez végül is a készkesztyűnek végül is egy formát adunk ezekkel a sablonokkal. És miért választotta ezt a hivatást magának? Hát akkor ezt tetszett meg, igazság szerint, amikor én ezt választottam. Szimpatikus volt. Szépek a kesztyűk, amiket elkészítünk. Én ez miatt szerintem. A kész termék miatt igazából. És hol tanulta a kesztyűkészítést? Hát még régen, fönt a Vadász utcai kesztyűgyárba. Akkor én 16 évesen kerültem oda, és akkor tanították meg ezt nekem. A kesztyűgyárban jelenleg 50-en dolgoznak. A legtöbben évtizedekkel ezelőtt tanulták meg a mesterséget, kevés a fiatal. A cégvezető szerint nagy gondot jelent az utánpótlás biztosítása. Pécsett ugyanis jelenleg nincs kesztyűs képzés. Ez a kesztyűs szakma egyik fő problémája is, hogy a szakembergárda kiöregedőben van, ezért különböző próbálkozásokat teszünk, hogy fiatalítsunk, aminek vannak is eredményei. Érdeklődésben biztos nincs hiány. Mi szívesen terveznénk, szabnánk, varnánk kesztyűt mondjuk Madonna vagy Lady Gaga kezére. Ugyan kesztyű szakképzés jelenleg nem folyik, a szakma iránt érdeklődő diákok a Pécsi Kesztyű brandépítés támogatásával kreatív szakkörön vehetnek részt az 508-as számú Angster József szakképzőiskolában. Az iskolában 2 évvel ezelőtt indult a foglalkozás. Alapvetően a gyerekekkel szerettük volna megismerkedni a kesztyűkészítés történetét, a kesztyű díszítését, és szerettük volna, hogy a gyerekeknek szeretik ezt a szakmát. Ez volt a legalapvetőbb cél, hogy a Pécsen működő kesztyűgyárak azokat az utánpótlásokat megkapják, amire nekik szükségük van. A gyerekeknek itt figyelemfelkentésként szerveztük meg a szakkört, és én azt gondolom, hogy nagyon nagy érdeklődése volt, és vannak olyan tanulók, akik itt találkoztak először a kesztyűs szakmával, és lehet, hogy maradnak is benne a későbbiekben. A foglalkozásokon résztvevő diákok többsége kíváncsiságból csatlakozott a csapathoz. Lakberendezőnek tanulok, de ez csak ilyen kis szabad foglalkozás, kreatív kiélés. A sok lány között egy fiún is megakadt a szemünk. Balázs egyedüli fiúként tagja a csoportnak. Többek között azt is elmesélte, miként zajlik nála a tervezés folyamata. Először papíron megtervezem, aztán
egy sablont készítek róla, és rajta túl sok díszítés, de én így az egyszerű formákat szeretem. A kesztyű szóra mindig a barna vagy a fekete szín jut eszembe, és ezért a barna színt választottam hozzá. A diákok másik szakoktatója 97 óta tanítja a bőrdíszművész szakmát, ami rokon szakmának tekinthető, hisz bőrrel dolgozik, és a kreativitás is fontos része. A tanárnő fontosnak tartja, hogy a diákok fantáziája szárnyalhasson, és szabadon megvalósíthassák saját, egyedi ötleteiket, elképzeléseiket. Nehéz dolog, mert ha befolyásolom, akkor nem az ő tervvel készül el, tehát úgy kell segíteni, hogy azért mégiscsak az ő ötlete valósuljon meg. De persze meg kell mutatni, hogy hogyan kell csinálni. Az idei kesztyűs csapat tagjai még csak a tervezgetésnél tartanak. Ők még csak álmodoznak arról, amit a tavaly idejáró diákok már elértek. Legügyesebb, legkreatívabb terveket a Szomhor kesztyűgyárban meg is valósították, és hamarosan kiállítást is rendeznek belőlük. Ezeket a különleges kesztyűket mind-mind pécsi diákok tervezték. Pécsi kesztyűk!